Sziasztok! Üdv mindenkinek újra! Itt Jocók jelentkezik, és folytatjuk a Sniper Elite 4-et, méghozzá a következő chapterrel, ami nem más, mint a 8. az Allagra Fortress. Ha jól tudom, ez ilyen hegyi pálya lesz majd. Setupot hagyjuk így, múltkor cseréltünk Thompsonra. Szóval ez egy hegyi havas pálya lesz, ha jól tudom, illetve jól jártam utána. A küldetés pontosan azt hiszem arról fog szólni, hogy látszik egy nagy kilövő állomás, rakéta kilövő állomásról meg akarják semmisíteni a jó oldali nagy anyahajót, illetve az anyahajón lévő fő kapitányt, aminek nem tudom, hogy milyen neve, de azt hiszem itt az elején ebben a kis rajzos intróba kiderül, hogy hívják azt, akit ki akarnak nyírni, hajót is, illetve kapitányt is. Na nézzük! Giovi Fiorini. The town's name will be forever associated with the massacre of the Allagran partisans. They fought bravely by all accounts, but stood no chance against the Nazi war machine. How could they? They'd walked directly into a trap. I couldn't find Sophia, the angel, amidst the carnage. But then many of the bodies were burnt beyond recognition. The partisans hadn't died in vain, though. Their sacrifice meant we'd been able to grab the intelligence we needed. Borm knows about Operation Avalanche, the Allied plan to invade mainland Italy. If the fleet is attacked, the results will be catastrophic. The Nazis' grip on Europe will become ever tighter, squeezing the life from her. And there's something else, something vital. USS Ancon is the command ship USS for Operation Ancon. Avalanche. Igen, az a neve a hajónak. Which means the primary target. Is the Allied commander in chief. Ő lett a fő célpontjuk. Bomb is going to kill General Eisenhower. General Eisenhower. Ő lett Bombnak az elsődleges célpontja. És a hegyekből akarják kinyitani a rakétát. És gondolom ide érkezünk, hogy ezt megakadályozzuk. Maybe I can grab some intel on the Germans' plans for their new toys. As well as making sure nothing can be salvaged. In the end, it comes down to this. I have to stop those missiles. Aha, hát igen, megakadályozunk rakétákat. Ott mászunk a falon? Vagy azok nem mi voltunk? Mindjárt kiderül. De, mi voltunk. Itt szenvedjük föl magunkat. Na, nézzük. Havas pálya, igen. Na, erre semmi. Itt akkor nyilván erre fel kell nekiindulnunk. Nincsenek pálya elejé beszélgetős, bevezetős pajtik. Ez az első pálya, ami nincsenek. Ilyen felvezető emberek, akikkel tudunk beszélni. Na mindegy, nézzük meg. Mik a küldetések? Hát, nem csak küldetés, összesen 4 van, 2 optional object, illetve 2 primary object. Szabotázs, tehát hogy szabotáljuk a rakétákat, 5 rakéta van gondolom, ez egy optional, választható küldetés. Szerezzük meg a náci rakéta stratégiát, ez a második választható, és a 2 primary objectünk, küldetésünk pedig az, hogy get into the fortress, I need to infiltrate the fortress and identify the key targets for the bombing ground. Be kell jutnunk, illetve hogy felezzük föl a technikai specifikációit, vagy hátterét a bombáknak. Na nézzük, hol vagyunk? Itt vagyunk lent, akkor hídon át, és kezdünk is ezzel a küldetéssel. Get into the fortress. Nagyon ügyesen mászunk. Az első pályán is legeslegeső pályán is így kezdődött, hogy mászni kellett. Igen, tehát utat kell találnunk befele. Az erődítménybe. Wow! Abba kell bejutnunk.
Hát igen, oda kell bejutnunk. Lehet nem lesz egyszerű. Mennek a trakkok. Ott van egy ember, két ember, három ember. Hol a kavics? Megpróbálunk minél tovább jutni itt is úgy, hogy ne fedjük fel magunkat, tehát hogy silent killezünk. Az a baj, ezek nagyon közel vannak. Elcsaljuk oda balra őket. Ez a baj, a tiszta nem megy. Na még egyet. Hát a tiszt is oda megy. Hát nem indul meg. Megpróbálunk felosonni mögé. Aha. Innen jó esélyünk van le silent killelni. Most meg elment ő is? Nem, ott van. Még egy kavicsot dobunk, hogy arra fel figyeljenek. Officer kill. Ezt is gyorsan. A francba. Ha-ha! Hát ez... Benéztük. Elég keményen. Na még egyszer. Csapó 2. Ez durva, itt vagyunk mögötte, tökre is nem hal. Gyorsan a másikat. Nem lő addig. Jó. Sikerült. Gyorsabbak voltunk, mint az előbb. Ajaj, jön kifele. Na. Hát azt hittem, soha nem szúrja le. Itt jön egy kint még. Igen, kettő is. Ezt egy double shot-tal kéne. Ajaj. Egy. Hát basszus! A francia akarok itt silent killelgetni. Fogom azt lelőm őket a rossebbe. Hol van? Jó. Nem, kész, nem. Játszadozunk. Hát hallj már meg! Benézzünk a bunkerba, mi van benn. Pisztolamú ládikót áttúrjuk. Hát ja, igen, az első kipróbálkozásunk nem volt nem túl sikeres. Jó, kezdjük a pályát, mit nem mondjak. Na, a náci tisztet áttúrjuk. Hát van nálam irat, ami fontos. Volt, igen. Egy a négyből megvan. Ha ott vannak szembe. Ott futnak. Fussatok, bolondok. Na, látjuk őket. Eltaláltuk. Na mindegy. Egy történet árazzunk. A rádiós kéne kilőni. Franc. Jó, megvan. Megvan, mielőtt szólt volna. Nem hív erősítést. Ott egy tiszt. Jaj, de potétó lövések ezek, te jó ég. Na jó, szedjük össze magunkat, ez így nem lesz jó. Lehet hiányzik a második kávé mai napról aztán. Na. Csak
kávéra kellett gondolni, és már jobban megy. Jó, menjünk. Ott is van valahol elvileg. Igen. Elkaptuk a feje búbját. Rocs. Jaj. Kedvenc haverunk, onnan föntről lőtt a szemétláda. Ajaj! Ajaj! Szar van a haza! Gyorsan! Kötözd magad! Hát ezt nem akarom elhinni, hogy... Kötözd! Rahadt életbe! Fú. Fel tudnak bosszantani ezek. Melyik? Hát nem igaz. Anyádat. Persze, lövöget. Fú. A fostalicska jelző rakétáddal. Na, nézelődjél csak. Rohadt éle. Hát be akarok futni! Nem tudok. Fedezékbe. Rohadjon meg már az összes. Gépfegyveres rohadt anyukádat. De utálom őket. Ne, kellett ez. Jönnek, 80 ezrem. Az a szép, hogy... Kész, nem, hát megőrülök, hát... Hú, te rohadt élet. Fölidegesít. Faszomat. Lövölj, jöjj, persze. Kurva gépfegyvered, de onnan... Jó, nyugi. És a saját emberek miért nem halnak bele bombázásba? Na. Igen, persze, túléled. Ezt is, azt hittem már. Reális lenne. Az meg... Honnan tudják, hogy mikor kell mindig lehajolni? A pálya az nagyon jó eddig. Az elején berage-eltet. Nem mondok semmit. A potétó! Pont kilőtte azt az egy rohadt jelző rakétát még. Ott volt. Nem tudom, hogy tudják túlélni ezeket a lövéseket. Extra kurva jó páncéljuk lehet.
Hát kész, kezdve kifogyni a töltényből. Ja, hátulról is jönnek. Hát igen, ez azt hittem egy easy pálya lesz 4 küldetéssel, aztán a fenét. Mit üssek meg? Kit üssek meg? Kell egy perc néma csendeken, hogy megnyugodjak. Ha nem hal meg! Rohadt életbe. Töltényünk sincs már. That's all. Need more bullets. Három töltényünk van a sniperbe, és két tárnyi van a Thompsonba. Nem sok. Na, le vagyunk nyugodva most szépen. Összeszedjük magunkat, a gondolatainkat, és szépen végigvisszük most nyugiba. Nem idegeskedünk. Még lenne töltényünk, azt azért nem bánnám. Három van, ügyessen ezeket itt. Hogy az Istenbe tudnak lelőni a rohadt fedezék mögött? De komolyan! Hát a kurva életbe már. Visszafutok a világ végére, azt jöjjenek utánam, bazd meg. Azt aztán majd akkor lesz izé, hatacáré. Hát bazd meg. Ilyet. Nem igaz. Persze, a gépfegyverrel idáig elő, amikor én a sniperrel... Három töltény van. Istenem, jó van, visszajövünk inkább. Turkálunk, mert így soha nem lesz sikeres bejutás abba a szaros erődbe. Hol vannak? Dugd ki a fejed. Szikla, gyönyörű. Ezt nem hiszem el. Eddig ez a pálya. Idegesíte fel a legjobban. Ott fut benne a másik. Közben persze másik oldalról is lőnek. Na rakd ki a fejed! Tessék! Na. Ezt kapd el. Hülye gyerek! Bent itt még ott le kéne kapni, hogy...
kört, ez már megállt. Most ezek körbe mentek? Na, ott van. Nem találtam el. Meg honnan lőnek? Ott megy lent, azt látom. Istenem! Miért nem tud? Én nem tudok célozni! Na jó, ez... Persze, sniper történik is nálam. Ír is lenni az, ami kell. Nem jó volt kettő. Itt jön valaki elvileg. Na, megtaláltunk közben egy jelentést, vagy valamit. Oké. Nagy idegeskedés után egy talán kicsit megnyugvás következik a pályán. Pont. Jó. És át kell kutatnunk mindenkit, mert töltényekből nagyon hiány vagyunk, és kellenek. Nothing else to find. Ott van. Hol vagy? Hol van? Azt hittem följebb van. Szeretnék felkutatni, amikor lootoltuk a csávót. Na mindegy. Meg lett időbe. Hátulról is minden onnan jönnek. Ezt imádom bennük, hogy... Előről, hátulról, jobbról, balról. Egy ember, két ember. Hova figyelsz, hülye gyerek? Letárazunk. Másikba is. Jó. Ott van ilyen gépágyú fent, nehéz lövész. Az fáj. Na? Gyere! Hello, hello! Nem látunk rá, de rálátunk. Oké. Na, alakulunk. Jó. És már tényleg menjünk be. Vagy próbáljunk meg. Hoppá. 10 SMG. No more to find here. Ja. Na, menjünk be egyszer, vagyis hát itt még szedjük össze hulláktól a cuccaikat. Nem egy olyan easy pálya, mint amilyennek tűnt, hogy így csak 4 küldetés van, 2-2, sima liba lesz ez, ja, majdnem, sima baj az idegbaig, mit na, sima út az idegbaig. Na, jó van, 100 fölötti töltényszámunk van már, Thompsonhoz az egész jó, bent még átkutatjuk. Jön valaki. Te papír.
5-ből 2. Ho-ho, lőszerraktár. Hát ez... 10 túr. Maga hova megy? Na ne már! Piros volt a célkereszt. Na végre. Nem tud átmászni az kritésem. Most az a kérdés, honnan jussunk be? Itt oldalt, hát mondjuk értelemszerűen, akkor itt vagyunk oldalt be, itt van egy bejárat, úgyhogy akkor jó irányba mászkáltunk. Itt szépen hátrafele, arra. Begyasztázunk. Reméljük itt már lesz annyira. Idegesítő. Na, get into the fortress. Done. Could be useful. Igen, ez fölöttünk van. Ezt le silent killeljük. Lassú a felfogásuk szerencsére. Nem tudom, hogy itt megyünk. Igen. Itt van, át kell menni a másik oldalra egyenesen, és ott is megszerezni a rakéta stratégiát a náciknak, a stratégiáját a náciknak. Itt fölül, elkezdünk fölül végig menni. Hoppá! Itt egy tiszt. Hoppá! Van még egy katona is, és... Mi? Nem halt meg? Megütöm! Ez a pálya, ez fölbassz. Rohadt életbe. Végigmegyek mindenkit. Kurva életbe már. Sniperes is itt van. Ez fenomenális. Hát bazd meg! Need some way of pinpointing the base. There must be some kind of fuel processing plant here. Could be useful. Nem idegeskedünk, csak egy játék. Mi a fasz? Susa. Need some way of pinpointing the base for the bombing run. There must be some kind of fuel processing plant here. Could be useful. Akkor önnek biztos túlélő.
Nem idegeskedünk. Need some way of pinpointing the base for the bombing run. There must be some kind of fuel processing plant here. Could be useful. Honnan? Oké. Hílenünk kell non-stop, mert ezt csesztem eddig is el. Aztam rá, hogy gyógyítsam magamat. Na, gyertek utánam szépen. Végre nem az van, hogy 8 irányból tudnak lőni, hanem csak... Ott is rohadt sniperes. Ezt itt leszedjük, és utána pedig a sniperes. Most felálltam volna az asztalt, hogyha megint meghalok. Nézd meg! Végre! Na. Ott a sniperes. Az a sniperes. És ezt hogy találjam el? Így. Van még egy sniper. Ha-ha-ha. Aha, igen. Fejlővést mindenképp túl lehet élni. A vasat találtam el, a korlátot vagy? Hoppá. Feljöttek. Vicces, hogy ők mennyit belénk tudnak sebezni. Most vettem ki dobni a bombát, de... Na, ott a sniperes megint. Jó. És megint elfut. Jó, megvan. Megvan. Elvileg most már tiszta a teret, mehetünk. Legalábbis hát annyira tiszta, hogy... Nem fognak minket halomra lőni egymás után 10-szer megint remélhetőleg. Azt mondtam, hogy kutasd át, ne azt, hogy cipeld. That's all. Látjuk innen? Látjuk. Yeah! Itt nagyon közel van egy küldetés, úgyhogy inkább először nézzük meg ezt. Ez, ami itt van jobbra bent, vagy túl, vagy kint, vagy nem tudom hol. Vagy nem is, az arra van.
hátba támadjuk. Hát ez mi, beszorult? Fáj a hasa. Már nem. Na. Itt jobbra. Itt van ez a küldetésünk, hogy... Pedjük fel a specifikációit rakétáknak. Papperusz. Erre jobbra bent. Ez kicsit közelebb van, mint a másik, amiért indultunk először. Aha. Ott a papír. Megvan. Előttünk az a küldetés van, hogy 5 rakétát szabotáljunk, ugye? Ez is egy optional. Itt vannak sokan. Lent van az összes? Igen. Szépen kiutatja ide aztán utána a rakétákat is. A következő. Ho-ho-ho! Van egy fönt. Ez rásik vajon pont? Nem. Ott van szembe. Gyógyítsunk egyet, mert rácseszünk megint. Egy ember itt fut, nem? Alattunk van? Azt hittem itt fent futosgat. Egy ott van szembe. Vagy volt. Na, akkor menjünk le. És elvileg itt kell valahogy szabotálni a rakétákat. Még a sarabban van egy. Egy ellenfél. Ha hova bújt? Vagy nem bújt ebbe az íróasztal alá? Na, hát ezeket a rakétákat kell szabotálni. Nem tudom, mit jelent. Aha, ki kell kapcsolni. Hát, igen, ezt jelenti. Kitépni a kábel köteget. Hol a többi rakéta? Ez csak egy volt. Itt a másik. Kettő az ötből. Itt lesz egy emberke még. Egy papperus. Már csak egy kell. Itt hol van a többi rakéta? Vajon? Itt most kettőt hatástalanítottunk. Tovább kéne menni? Aha. Ott lesz a többi. Jó, akkor visszakanyarodunk a másik üldihez, ami itt útbelsik. És megcsináljuk. To find the way, olvassuk el. Pinpointing those targets for the bombers. Itt mondjuk pontokat kell meghatározni. A célpontokat. De... kiderül. Must be how they're fueling the missiles. Az mi? Need to find some way of showing the bombers. Mi van a rakéta? Ez egy headshot lesz utás közben, ha jól láttam. Igen. Szerencse. Mellé.
hoppá. Fölért valaki közbe? Az emeletre? A kis dögök. Ide át az ajtóba. Hát, na végre. Körbe lőttem az ipsét. Na, kifogy a tárból. Egy ember egy tár. Nem tudom, brutálisan sokat kell beléjük lőni ezen a pályán. Ott van. Megvan. Elkaptuk. Az egy tank. Mi az, ami ennyire lő ott? Nem, egy ember. Csak el volt bújva. Hogy rohadna meg? Mivel tudjuk felrobbantani? TNT. Ez körbeforog a teteje vagy? Ezek elvileg fölfele nem tudnak célozni. Hát jó. Hol van? Sniper. Elég sok sniper van itt a raktár épületekben. Tankot. Ilyennel esetleg. Nem tudom. Mennyire hatásos. Főleg így, hogy lepattan. Hatásos volt, ha jól nézem. Futi van. Azt hiszik, ott vagyok még fönt. Hol van már? Hát nem láttam neked. Ott van egy lent. És a tank még mindig él. Yeah! Kilőttük! Ha-ha! Hatástalan. Hú, ez nem, nem tudom, nehéz pálya. Elvileg egy ember. Minden hátul. Most elvileg üres a pálya. Gyakorlatilag is, ha jól nézem. És itt van Find
De itt kell, hogy megtalálnunk. Ja, lent. Aha. Alattunk, gondolom. Igen. Szabotás. Tehát szabotáljuk a tervüket. Még jó. Hidrogénperoxid terv. Valami nyersanyagot szabotálunk, hogy nem tudnak vele normálisan dolgozni, vagy hozzájutni, vagy áramoltatni. Elbújunk. Nem látom őket. Ez itt lesz. Jó. Jó. Fog jönni valaki. Egy tisztbácsi. Na mi van nála? 4-ből 3. Doksi. És hol van vajon a többi csap, amit szabotálni kell? Itt csak kocsik vannak. Ott volt egy. Gondolom itt lesz szemben a második ilyen piros cucc alatt. Igen. Az is megvan. Fog jönni valaki most, vagy nem? Fejbe! Ott van. Bakker. Aj! Gyere ki! Közben ideértünk egy másik mellékületéshez, ha jól nézem. Igen. Megszerezni a náci rakéta stratégiának a tervét. Az is itt van. Jó, itt van még kút. Ezeket szét kell lőni az előző pályán is. Na, menjünk be. Nem akarom, hogy hátulról kitámadjanak és segbe lőjenek. What's Hitler planning for his new toys? Need to find out their strategy. De cuki, ott várják a... Sőt, na, nincs már bedobos bombánk. Kár. A könyves polcot nézik, mint az ellenfelet, hogy mikor támadja meg őket. Vicces volt. Tehát, hogy ablak lenne arra fel, akkor megértem, de nincs. Na mindegy. Hát ennél tisztnél semmi nem volt. Akkor innen kiszedjük a dokumentumot, ami kell. Megvan a németeknek a rakéta stratégiája. Yes! Can't find anything else. És akkor még hol kell? Tehát itt már meg nincs is többi hidrogénperoxid csap, hanem itt hátul van már csak. Ott még 3-at kell majd elzárnunk, illetve 3 rakétát kell hatástalanítanunk, és elzárnunk még 2 ilyen csapot. És akkor elvileg vége is a pályának. Hát nem tudom, elég nehézkesen indult. A bejutás nehéz volt nagyon ebbe a kis bunkeres rejtek helyre, de hát jó, hogy bent is lehetett azért szenvedni. Ja, nehéz pálya, nehéz. Pörgős, kicsi terek vannak, sok ellenféllel. Nehéz.
Azt hiszem erre kell mennünk. Itt befele. Igen. Jó az irány. Szinttel feljebb. Ajaj, az ott egy ilyen távcsöves. Azt hittem fel tudjuk robbantani. Az viszont robban, oda kéne csalni. Wow. Hol volt a sniper? Hol villant? Ő maga a sniperes. És nem halt bele, pedig eltaláltam. Majd most. Át korlátok között. Pif! Mögülünk. Ja, csak beleültek a tankba. Na. Ott van még egy sniperes lent. Igen. Gyorsnak kell lenni. Hát ez se hal bele az első lövésbe. Jó, legalább mi se haltunk bele. Valamit valamiért. Ó, basszus, töltsél már. Elmozgott a sniperes. Nem látunk rá. Na most visszament. Basszus, sok másik lövöldöz, és nem tudok normálisan célozni. Nem volt meg. Hátulról is jönnek közbe. Honnan a francba lőni? Another one. Hol van? Got to deal with it. Nem értem. Ezeket leszedjük, mert egyszerűen felállunk, és nem tudjuk becélozni a sniperest, mert ezek a szemetek lövöldöznek. És... nem tudunk célozni. Na, ennyi. Onnan szemből lő ez a... szemét, léppityus. Ott lent van, látom. Na visszajött a sniperes a helyére. Jó! Végre! Hilleljünk egyet. Egy jó állás, innen szépen lehet sniperezgetni, csak... csak hát na. Sok a befolyásoló tényező. Nem lesz annyi töltényünk, amennyit el fogunk itt lövöldözni. Ez tuti. Mindegyikben kettőt kell belelőnünk. Hármat. Talán. Ez is komolyan. Tisztem még golyóálló sapkas nincs, nem tudom, hogy éli túl. És kész vége? Honnan? Ó, ott van.
bújt le. Láttam ám. Ó, basszus. Jó van, kifagytak. Nem robban föl. Azt hittem, hogy egy robbanos láda. Húha. Guess I grabbed everything useful. Jó nagy építmény ez itt bent. Ja. Sziklafalon belül, vagyis a sziklafal lábánál. Na az robbanos, ez tuti. Na ott van lent. Ezek a kilútoljuk gyorsan, és ott vannak lent a rakéták. Egyet legalábbis látok. Ezt hatástalanítjuk. És még kettőt kell találnunk valahol. Elvileg ezzel három van, meg igen. És... ó, ez itt fönt az egyik, ez tiszt volt, nem? Úgy emlékszem. Ezt ki kéne lootolni, mert hiányzik még egy az ilyen tiszti levél gyűjteményből, vagy nem tudom pontosan miket lootolunk ki tőle. Ez nem az, ott van. Az lesz a tiszt. Még arra mondtam, hogy nincs is rajta golyálós akkor, de túléri a lövést. Nem ez. Ez. Reméljük, onnál lesz az ötödik. Cucc. És nem. Ah, de fölnézünk a bunkerba. Hát, ha van valami dokumentum. Radio room. Oh, radio. Rádió szoba. Signaling the bombing run, we'll have to wait till I've dealt with the mass production facility. Hát, semmi nem volt. Ide fent. Kikapcsolni nem tudunk semmit. Jó. Hát ez csak egy üzemlátogatás volt akkor, gyerekek. Lerámbózunk. Ó, ott azért nem ugrunk le, mert tuti fájna szegény csávónak. Na, keressünk még két rakétát. Itt van egy. Another one of Kessler's razor missiles. Can't risk this. És még egy rakétát kell hatást tanítani, aminek valahol itt kéne lennie még. Az volt? Nem, ez az. Ezt nem hatástalanítottuk. Igen, megvan. Szuper! Összes rakét hatástalanítva. Egy küldetés, hogy ugye még zárjunk el kettő ilyen csapot. Ilyen hidrogén peroxid csapot. És elvileg végeztünk is ezzel a pályával. Ott a bejárat látom. Az építménybe. Senki nincs bent, mindenki kim volt. Hát jól van. És merre vannak a csapok? Itt fenn nincs. Akkor tuti itt lesz fent. De nem. De nem. Hát akkor hol? Itt nem láttam. Aha. Hát nem tudom. Most én vagyok vak? Itt kéne elzárni a csapokat. Ah, tuti fönt lesz. Ott egy lépcső, várjál. Nézzük meg. És ugyan jöttem vissza. Menjünk föl. Itt is föl. Itt be. Igen. Most jutottunk fel az emeletre. Nagyon jó. És itt kéne. Ez az. Itt van egy. Na.
zárd már el. Third valve. Almost there. Need to overload the centrifuge. És hol lesz a negyedik? Nem is itt. Ott lesz bent a negyedik. Okay. Szivárog. Aha, szerintem a végén tuti fel lesz robbantva az egész kócerály. Én arra tippelek. Egy ilyenben sántikálunk. És az pedig itt. Le kell mennünk és hátrafele vissza. Arra befele. Igen, mert több, tehát az egész bázisnak a több pontján nyitottuk meg ezeket a hidrogénperoxid csapokat. Gondolom az lesz, hogy valami lánc reakció robbanásba. Hé, itt jöttünk emellette. Ez nem is az. That's it. De. Tudja, a lánc reakcióban fölrobbannak mind a három pont. Ja. Call in the bombers. Aha, és ehhez kell a rádióállomás, hogy hívjuk a bombázókat? Na, mennyi? Better call in the bombing raid. És ezre bevégezzük a... Mother Hand, this is Red Fox. Náci állomást. Send your regards to Allegra. Hopp, valaki ránk szegez egy pisztolyt. All I wanted was the angel. I didn't know the partisans would follow her to their deaths. Zangyalt akart, nem tudsz, hogy a partizánok is követik a halálba. They died heroes. Hősként haltak meg. In reality, is the first of all evils, because it prolongs the torments of man. Friedrich Nietzsche. General Bohm, I presume. Ő itt Bohm. The worst terrors. Formless. If no one knows who I am, I can be whoever I need to be. Senkem tudom ki, hogy bárki lehet. I can avoid detection if need be. I could be a man. Na mi lesz végre, kíváncsi vagyok. Vagy egy szörny is lehet. Dorfman or Bohm. Yeah, exactly. We have Kessler, and the production facilities are wrecked. Kessler will be dead before he's any use to the Allies. And as for your little, mischief in the production facility, well, it's just too late. Yeah, I'm going to start with the USS Anchor. Mm-hmm. USS Anchor, na, akkor kezdeni. General Eisenhower. I'll take the Allied fleet. Ship by ship. Hajóra, hajóra. Ki akarja írtani ott. Operation Avalanche will be extinguished before it's even begun. Szövetségeseket? But, it's not. Bring her in here! Ó, elkapták a kislányt. I failed, Carl. I failed them all. Ha. I failed my father. Elhibázta az egészet, azt mondogatja. No. See, there is no hope here. Nincs remény. Not anymore. Soha többet. We're going to torture her. Yeah. And, you're going to watch, Lieutenant. All it takes. Is a spark. Opa! Az igen. Kemény.
riadó van, gondolom a... Gondolom a... Ki kell jutnunk? Sophia, sacrificed yourself so I could escape. És merre kell kijutnunk? Hát nyilván arrafele. Ojaj, futi! Ja. Azt hittem többet kell tennünk. Így a végén. Na, olyan el tudjuk-e kapni ezt? Mi hívtuk a bombázókat. Mert talán abban bízok, hogy a bombázók elkapják meg őket a levegőben. Erre tudok tippelni, mert hát itt már mi sokat nem tudunk tenni. Stop! Hát pedig ide nekünk kell megállítani. És hogyan? És hogyan? Á. Stop! Kösz. Kíváncsi vagyok, hogy fogjuk véghez vinni. Fölrobban az egész kóceráj. Mi? Egy lövés tesz fölrobban? Komoly. From a little spark may burst a flame. Szép. Szép befejezés. Ide menni, igen, mert szép bombázzák az egész területet. De filmes jelenet. Epilóg. Na nézzük. Itt a vége akkor a campaignnek elvileg. Azt hittem 10 pálya. Lehet DLC-vel együtt, aha. DLC-ben szerepel még akkor 2 vagy 3 pálya. Akkor igazából 8 pálya a full alap campaign mód. Na nézzük. Mi lett a sztori vége? The fleet, including Eisenhower's command ship, Ancon. Meglettek mentve. Avalanche happened as planned. The US 5th Army and British 8th fighting their way up the Italian mainland. Betörtek az 5. és nem tudom hányik hadosztály. The spark she ignited spread like wildfire. Ugye az Angel meghalt, kis csaj. Megtisztítva az utak a szövetségeseknek. But the path to Rome would be treacherous. De az út Rómában, Rómába elég nehéz. Before we broke through the Gothic line, the Germans' main line of defense. Ebben a városba jártunk az egyik pályán, ugye? They did it without us. 2-vel ezelőtt, azt hiszem, hogy 3-mal. Pushed them out before the 5th Army even got here. All it took was a spark. Talking of which, I hope 617 Squadron didn't singe your limey ass. Let's just say it was a little tight. I thought you were giving me a bit more leeway. Carl, you and I are utterly expendable. You know that. Not like your man there. The professor hasn't got long left. Trust me, though, we'll squeeze what we can out of him. More to the point, what about you, Carl? What's you gonna do? The man who saved Ike Eisenhower. Mit fogunk csinálni? Megmentette Eisenhower-t. Your talents. That sounds like a job offer. Doesn't it, though? I'll think about it. Sure thing. Kaptunk egy jövőbeli munka lehetőséget? És újabb küldetést? Gondolom ezek lesznek a DLC-ben majd. Ne gondolkozunk túl sokáig?
Hát, megmentettük Olaszországot. Egyelőre. Hát, ennyi volt utolsó pálya, srácok. Remélem tetszett. Eléggé nehéz volt, és egy kicsit rage-elős. Az eleje főleg. De nem volt rossz pálya. Tetszett ez is, összességében. Kell ilyen is. Remélem tetszett a videó. Élveztétek. A DLC pályákat is meg fogjuk nézni, persze, értelemszerűen. Azokat is végigvisszük. Örülök, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel a csatornára. Szép napot nektek. Sziasztok!